Vágtázás közben is ostort csattogtat Lőcsei Viktor. A nagy sikerű első vajdasági vágta után döntött úgy, hogy ő is megméretteti magát. Az obnaticai rendezvényen Pancsovát képviseli majd. Nagyjából olyan 6 éves koromtól lovagolok, mivel így mondták, igazából nagyon rég volt, nem emlékszek. Hát, ami a lovakot illeti, ló az nálunk az istállóban örökké volt, megkezdve, hogy az öregek jöttek Bukovinából, úgy azóta folyamatosan örökké volt az istállóban. Úgyhogy én így lettem vele nevelve a lovas életbe. Jó lovacska! Szelíd, jámbor állat Kelemen Attila csillag nevű lova. A 11 éves kancát a gyerekek is lovagolhatják. Kelemen Attila csillag nevű lovával Hertelendi falvát képviseli majd a vajdasági vágtán. Azt kívánja bebizonyítani, hogy az aldunai székelyek is aktív tagjai a vajdasági magyar közösségnek. Ez a, nem csak a lovakról szól, hanem egyszer a magyarságról is. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezt a két dolgot, a legszebb dolgot össze tudnám kötni. És egy kis sugallattal ugye talán a többi embernek is ugye tudatára adni, hogy itt délen is, legdélebben is vannak magyarok. A második vajdasági vágtát június 21-én szervezik meg Zobnaticán. A déli végek magyar lovasai szerint életre szóló élmény lesz a budapesti nemzeti vágta előfutama.